Minden ember életében rengeteg olyan hiedelem él, melyet valósnak és igaznak vélnek. És ezek a hiedelmek többnyire előző életekből jönnek, mert egy előző életben elhitte és valósnak vélte az egyén az adott hiedelmet. És ezáltal egy önműködő mechanizmussá vált ez az egész, és ez újra és újra életeken keresztül megjelenik, a valósnak és igaznak vélt hiedelem. És ez addig jelenik meg újra és újra, amíg a hiedelemnek a valósága és az igazsága megkérdőjelezésre nem kerül. És ez a valósnak és igaznak vélt hiedelmek egy lekorlátozottságot, egy leszűkült érzékelést és észlelést hoznak létre. Ezért van többnyire az emberi szenvedés. Ez miatt a valósnak és igaznak vélt hiedelmek összessége miatt. És azért is beszélek erről, mert a napokban egy lány keresett meg minket, aki majdnem egy évvel ezelőtt bepillantott a valóság egy szintjébe, és megélte a feltétel nélküli szeretet és béke állapotát. Egy mély önmunkába kezdett, és eljutott egy olyan pontra, hogy úgy érezte, hogy nem boldogul egyedül. És újra megkeresett minket. És Adia Shantinak egy videóját küldte el, melyben Adia Shanti több dologról is beszél. Az egyik az az, hogy Byron Katie módszerére hívta fel a figyelmet, hogy milyen fontos megkérdőjelezni az ítéletek és a hiedelmek igazságát. Ezzel a módszerrel már én is találkoztam körülbelül 5-6 évvel ezelőtt, és akkor nagyon megérintett, és nagyon-nagyon sok mindenre kérdeztem rá, hogy tényleg valós-e, tényleg igaz-e, és ennek a módszernek a folytatása az volt, hogy önmagunkra fordítsuk vissza azokat az ítéleteket, hiedelmeket, melyeket másokra vetítünk rá. És akkor ez a módszer nekem nagyon-nagyon sokat adott. De maradéktalanul a hiedelmeket nem tudta kioldani az elméből. A másik dolog, amiről Adia Shanti beszél ebben a videóban, az az, hogy van egy karmikus hiedelem, ami az összes hiedelem mögött áll, és hogyha ennek a valósága megkérdőjelezésre kerül, és az igazsága, akkor képes, és összedől az összes többi hiedelem is, ami erre az egy hiedelemre épül. És ez a lány megpróbált ezt a gyakorlatot, és eljutott oda, hogy jelenlét nélkül ez nem tud kioldódni az elméből. Én is ugyanerre jutottam, ugyanerre a megállapításra jutottam, hogy annak idején, amikor a Byron Katie módszerét próbáltam, tényleg sokat adott, és támogatott, és megértést adott, de az elméből nem tudott eltűnni a jelenlét nélkül a hiedelem. És most értettem csak meg azt, hogy miért nem is tudott eltűnni a jelenlét nélkül az a sok-sok hiedelem, ami valójában most már tisztán látható, hogy valótlanság és tévedés volt. Ez azért van így, mert a hiedelmek, melyek létrejönnek az elmén belül, a leszűkült érzékelés, észlelés által, a dualitás, az elkülönültség érzékelése és észlelése által, ez mind valótlan. És ha valótlanságban van valaki benne, akkor a valótlanság nem tudja feloldani a valótlanságot. A valótlanságot csak az a jelenlét tudja feloldani, mely a valóságból, az igazságból fakad. És igen,
amikor létrejön az első bepillantás. Felismerődik a tudatosságban az igazság, hogy egy végtelen határtalan tudat. És a figyelem visszatér a valóságba, az igazságba, akkor ez a figyelem, ha egyre mélyebben összeolvad a végtelen nagy egésszel, a határtalansággal, akkor ez a figyelem által megjelenő jelenlét képes oldani a valótlanságát ezeknek a hiedelmeknek. Képes kioldani az elméből ezeket a hiedelmeket. És nagyon-nagyon fontos ezen az úton megérteni az önműködést. Nagyon hasznos dolog már az önműködés megértésével a bepillantás előtt foglalkozni, és a bepillantást követően pedig nem lehet elkerülni ezt. Mert az élet, a létezés addig helyezi oda azokat az élethelyzeteket, embereket, amíg a tudatban meg nem születik az, hogy megértse az önműködést, amit meg tud figyelni, amit érzékel és észlel. És fontos megérteni a mindennapi mozgató rugókat. És ez a hölgy, aki megkeresett minket, azt felismerte magában, hogy valószínűleg az lehet a karmikus hiedelme, hogy nagyon-nagyon leértékeli önmagát, és szégyelli magát, fél a szégyentől, a kitaszítottságtól, a kirekesztettségtől. De jelenlét nélkül úgy érezte, hogy ez nem tud kioldódni az elméjéből. Igen, vannak olyan hiedelmek, melyeket a csend nem tud kioldani. Mert a mélyére kell menni, meg kell kérdőjelezni a valóságát, és ebben a feloldozás isteni kegyelme az, ami támogatást tud nyújtani. De mindezek előtt fontos megérteni a mozgató rugókat, a vágyakat és a félelmeket. Hogy hogyan működik az elme, hogyan értelmez félre dolgokat. És amikor ez a hölgy megértette az elméjének a működését, a tévedéseket, ezt követően az energia és egység szinkronizáció után a feloldozás isteni kegyelme által megélte mélyen a tiszta lélek állapotát és a tiszta lélekből föltárulkozó létörömöt, lélek örömét. Határtalan kacaj tört ki belőle, ok nélküli kacagás, nevetés, melyet nem tudott abba hagyni. Érzékelte és észlelte a kitágultságot, az ürességet, a tisztaságot és a lét örömét, mely a tiszta vanságból fakad, a könnyedségből, az erőfeszítés nélküliségből. Azt a létállapotot érzékelte, észlelte, ahol a hiedelmek nincsenek jelen. Nincs jelen semmilyen kötőerő, húzóerő a valótlanságba. És ebből az állapotból úgy érzékelte, észlelte, hogy nem is létezik az, aki leértékelte magát, aki félt a megszégyenüléstől, a szégyentől, a kitaszítottságtól. És csak nevetett azon. A félreértelmezésen, leszűkült látásmódon, mely előtte érzékelt és észlelt magában. Teljesen más így élni és létezni,
amikor ezek a tudat állapotok feltárulkoznak, amikor az elme burkán túlmegy a figyelem, az azonosulások, a hiedelmek, a tévedések valótlanságán túlmegy a valóságba a figyelem, ahol a tiszta lélek, a tiszta tudat él és létezik.